Békés hangulatú, de komoly témában szervezett demonstrációt a Nyíregyházi Méhészek Egyesülete hétfőn délután. Nincs szükségünk műmézekre, és le a mézhamisítással. Ilyen táblákkal próbálták felhívni a figyelmet, hogy Brüsszelben a mezőgazdasági miniszterek hatására az Európai Bizottság rendeletet módosítson. Mivel hogy nincs feltüntetve az európai piacon a üveges mézeken a származási ország, esetleg az, hogy EU-n belül és EU-n kívüli országok ezzel nem tudják a fogyasztók, hogy mit vásárolnak meg. Azt szeretnénk elérni, hogy minden üveges mézen legyen feltüntetve kimondottan a származási ország, hogy Magyarország, Németország, nem sorolom most az országokat, és a keverékek esetén pedig akár a százalékos aránya. Mindannyian halljuk itt azért továbbra is a mélypusztulásokat, vagy akkor a rovarvilág pusztulását, emellett is meg kell, hogy emeljük a hangunkat, mivel hogy rovarvilág, a megporzó rovarok lassan kipusztulnak földünkről, de legalább a méheket próbáljuk meg mesterségesen életben tartani. Korábban nem volt ilyen címkézési kötelezettség, de nem is volt probléma, amíg az ázsiai mézek nem árasztották el az európai piacot, tette hozzá Hok József. Az ázsiai mézeknek nagy többsége, inkább nem mondjak százalékot, hamisított laborban előállított méz, aminek semmi köze nincs a valósághoz, műmézről beszélünk ebbe az esetbe, amivel a fogyasztókat becsapásra kerülnek, akár a magyar, akár az európai fogyasztók. A téma fontosságát az is bizonyítja, hogy volt, aki Dunántúlról érkezett a tüntetésre Nyíregyházára. Kis mikrobusszal eljöttünk, hogy tudjuk támogatni a brüsszeli tüntetést. Maximálisan egyetértünk minden sorával, amit ott a petíciókban kijelentett, és Nagy István miniszter úr gyakorlatilag elmondott ott Brüsszelben. A Tolna megyei méhészek annak minden pontjával egyetértettek, és úgy éreztem, hogy itt a helyünk, hogy a szimpátiánkat fejezzük ki. Az ügyben hétfőn Brüsszelben Nagy István agrárminiszter is felszólalt. Ő is azt emelte ki, hogy sokkal szigorúbban kell feltüntetni a mézek eredetét. A mézkészítés, mint gazdasági tevékenység önmagában nem tudja eltartani a méhészeket, ezért a magyar kormány keresett kiegészítő támogatást biztosít számukra, tette hozzá a miniszter. Évelején televíziónk is beszámolt arról, hogy emelkedett a méhészek támogatása. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető összeg 500 forintról 1000 forintra emelkedett méh családonként idén. Magának a ténye, hogy megvalósult, az már egy nagyon jó dolog, de sokkal jobb lenne, ha piaci alapokra helyeznék, és azt mondanák, hogy kötelező megporzási díjat fizetni a különböző növénytermesztőknek ezért a tevékenységért, mert akkor tulajdonképpen valóban a méhek tartásáért és a méheknek a munkájáért kapnánk a pénzt, nem pedig alamizsnát is. Most nem az összegre értettem a pénzt, hanem azért, hogy olyan érzete kelt az embernek, hogy hát ez a tevékenység, ez nem ért, ezt nem tudsz vele foglalkozni, de mégis, hogy megmaradjál, kapsz hozzá egy kis pénzt. Dohos László hozzátette, évek óta önköltségi áralat értékesítik a mézet, ennek több oka is van. Egyik ilyen például, hogy az időjárási viszontagságok miatt kiszámíthatatlan volt az akácvirágzás az elmúlt években.